1960 óta először fordul elő, hogy az amerikai írókat és a színészeket tömörítő szakszervezetek egyszerre tüntetnek a munkabeszüntetéssel. Videónkban annak járunk utána, hogy mik is pontosan az írók és a színészek követelései, mennyire reálisak ezek, és hogy milyen következményei lesznek a sztrájknak. 2,5 hónapja tart a hollywoodi írók sztrájkja, a színészek pedig július 13-ától tették le a lantot. Mindkét sztrájk elhúzódhat, bennfentes információk szerint a stúdiók anyagi értelemben véve egyenesen ki akarják véreztetni az írókat. Ez a gyakorlatban azt jelenteni, hogy egészen októberig nem terveznek leülni egy tárgyalóasztalhoz a Writers Guild of America, azaz az amerikai írók célképviselőivel, mert úgy számolnak, hogy addigra az írók jelentős része feléli a megtakarításait, és a stúdiókat képvisel Alliance of Motion Picture and Television Producers, azaz a filmes és televíziós producerek szövetsége kedvezőbb feltételeket tud majd kicsikarni. A színészek azonban kiállnak írótársaik mellett, hozzátéve, hogy emellett természetesen a saját követeléseiket is szeretnék érvényre juttatni. Ássunk is a téma mélyére. Ha röviden kellene megfogalmazni, hogy mit szeretne elérni a 11.500 tagot számláló írók céhe, akkor azt mondhatjuk, hogy tisztességes, állandó fizetést és biztosítékot arra vonatkozóan, hogy a mesterséges intelligencia nem veszélyezteti majd a munkahelyüket. A szakszervezet egyik legnagyobb problémája a miniszobák alkalmazásának elterjedése. Kétféle miniszoba létezik, az első egy úgynevezett fejlesztési jellegű, amit egy adott sorozat megrendelését megelőzően állítanak fel, a másik pedig akkor valósul meg, amikor már megrendelték a sorozat, és ilyenkor a stúdió azért állítja fel, hogy dönteni tudjon a következő évad kapcsán. Mi a konkrét probléma ezzel a gyakorlattal? Az itt dolgozó írók csak a kollektív szerződésben leírt minimálbért kapják, amelynek az összegét emelni szerették volna a sztrájk előtti tárgyalások során, de nem jutottak közös álláspontra a stúdiókkal. A 2-3 fős miniszobákkal ellentétben ráadásul a klasszikus írószobák általában 7-8 írót foglalkoztatnak, hosszabb ideig tart a munkájuk és magasabb fizetést is kapnak. Az elmondottak alapján egyértelmű, hogy miért nem tetszik a szakszervezetnek a miniszobák elterjedése, és ehhez még vegyük hozzá, hogy ha meg is rendelik a szériát, az azon korábban dolgozó írók gyakran nem folytathatják a sorozaton való munkát. Az írók céhe véleménye szerint ez az írói bérek általános csökkenéséhez vezetett, ráadásul az írók nehezen jutnak el a showrunneré válásig, ha nem kapnak lehetőséget arra, hogy részt vegyenek a gyártásban és az utómunkálatokban. További problémát jelent a streamingből származó bevételek elosztása is. A szakszervezet ugyanis azt szeretné elérni, hogy a jutalék számítása a nézettség alapján történjen. Ez azonban akadályokba ütközik, elsősorban amiatt, hogy a legtöbb streaming szolgáltató nem adja ki a nézettségi adatokat, vagy ha igen, akkor sem lehet azokat egyértelműen elemezni, és így az átláthatóság hiánya miatt elutasították az írók ezen kérését. Ez ráadásul nem csak az írógárda tagjait érinti rosszul, a showrunnerök is több alkalommal panaszkodtak azzal kapcsolatban, hogy a nagy sikert aratott sorozatok után nem részesültek a megfelelő kompenzációban. Sean Ryan éjjeli ügynök című szériája minden idők egyik legjobb nyitó hétvégi nézettségét hozta a Netflixnek, ennek ellenére a készítő elmondása alapján ez pénzben nézve nem hozott számára sokat. Természetesen a mesterséges intelligencia kérdése is fontos tényező volt a tárgyalások során, és ebben a kérdésben sem tudtak egymással megállapodni a felek. Az írók azt szeretnék elérni, hogy pontos feltételrendszerrel legyen szabályozva az EMI használata, és azt kérik, hogy a szerződésük tartalmazzon olyan kitételt, miszerint a kreditet kapott íróknak emberi személynek kell lenniük, és a forgatókönyveket, átiratokat, vázlatokat és egyéb irodalmi anyagokat nem írhatja ChatGPT, vagy ahhoz hasonlatos mesterséges intelligenciával felvértezett nyelvi szoftver. A stúdió képviselete erre azt reagálta, hogy hajlandóak lennének éves találkozókat tartani, hogy megvitassák a technológia fejlődését, amely nyilvánvalóan semmilyen biztosítékot nem ad az íróknak a mesterséges intelligencia terjedésével szemben. A színészek kívánalmai több pontban is megegyeznek az írókéval. Az ő szakszervezetük a színészek céhe követelései között szerepel a minimálbér emelése, a streaming bemutatók után járó jutalékok emelése és a munkakörülmények javítása. Továbbá azt is szeretnék elérni, hogy a szakszervezeti tagok a garanciákat kapjanak a stúdióktól és a produkciós cégektől arra vonatkozóan, hogy a mesterséges intelligenciát pontosan hogyan fogják felhasználni. A színészek meg akarják védeni a képmásokat és biztosítani akarják, hogy megfelelő kompenzációt kapjanak,
ha a munkájukat az EMI fejlesztésére használják fel. Ehhez kapcsolódóan érdemes megjegyezni, hogy a stúdiók egyik ajánlata az volt az EMI használata kapcsán, hogyha beszkennelik a statiszták arcát, akkor a képmásukat bármikor felhasználhatják a jövőben. Az egynapnyi munkát kifizetik, cserébe örökre övék a digitális lenyomat. Nem tűnik elfogadható ajánlatnak. Fontos kiemelni, hogy a követelések a színészek esetében, és ez a megállapítás egyébként az írókra is érvényes, nem a legjobban keresők miatt lényegesek, hanem a nagy többség számára, akiknek bizony sok esetben a megélhetése függ attól, hogy milyen feltételek lesznek lefektetve az új szerződésben. Az EMI kérdése különösen lényeges, hiszen a technológia folyamatos fejlődése miatt elképzelhető, hogy nem csak a korábban említett statiszták, hanem a kisebb szerepeket kapó színészek esetében is elterjedhet az a gyakorlat, hogy a beszkennelést követően már többet nem foglalkoztatják őket a szakmában. A színész közösség néhány százalékát kitevő sztárok szerencsére pontosan átérzik a jóval kevesebbet kereső kollégáik helyzetét, és kiállnak értük. A sztrájk életbe lépésével a 160 ezer főt számláló színészek céhe tagjai nem színészkedhetnek, nem hajthatnak végre kaszkadőr mutatványokat, nem szinkronizálhatnak, nem narálhatnak és nem szerepelhetnek előzetesekben sem. Továbbá szigorúan szabályozva vannak a promóciós tevékenységek is, nem vehetnek részt sajtókörútakon, de az interjúk a premierek és nem meglepő módon a díjátadókon való megjelenési tiltó listára került. Az Oppenheimer vetítéséről például kivonultak a sztárok, a Kísértett kastély vörös szőnyeges premierjén pedig Disney karakterek helyettesítették őket. Az érződik, hogy a nagy stúdiók számára a színészekkel való megállapodás prioritást élvez. Ezt mutatta az is, hogy a sztrájkba lépés előtt Bob Iger, a Disney, David Zaslav, a Warner Bros. Discovery és Ted Sarandos, a Netflix vezetője egy külsős közvetítővel próbált megoldást keresni. Mint azóta kiderült, a közvetítőt a stúdió képviselői nem is engedték be a tárgyalószobába, csak a határidő kitolása miatt nyúltak ehhez a látszat megoldáshoz. Az írók esetében azonban még ez sem került szóba a tárgyalások végóráiban, az azóta eltelt hónapokban pedig semmilyen kezdeményezés nem mutatkozott a producerek részéről. Az írók kivéreztetésének már említett híre hatalmas felháborodást keltett a szakmán belül, szóval úgy tűnik, hogy a stúdiók öngolt lőttek, még nagyobb egységbe kovácsolták az írók szakszervezetét, és a színészek is kiálltak az írótársaik mellett. Bob Iger, a Disney vezérigazgatója egyik nyilatkozatában a valóságtól elrugaszkodottnak nevezte az írók és a színészek követeléseit, majd hozzátette, hogy jelentős károkat okoznak ezzel az iparágnak. Kissé elszentnek tűnik ez a nyilatkozat attól a cégvezetőtől, aki tavaly bónuszok nélkül 27 millió dollárt keresett, és a héten emelte meg a saját fizetését további 5 millió dollárral. David Zaslav, a Warner Bros. Discovery vezetője egyébként ennél is többet, 39 millió dollárt vitt haza 2022-ben. Nem véletlen, hogy elég sok kritika éri őket az utóbbi időben költségspórolási lépéseik miatt, amelyek éles kontrasztban állnak a keresetük emelkedésével. Sokat mondó az is, hogy a Vox szerint a hollywoodi csúcsvezetők átlagos fizetése 53%-kal nőtt 2018-hoz képest. A számoknál maradva az írók célja követelései éves átlagban 429 millió dollár plusz költséget jelentenének a stúdióknak, ami elosztva közöttük egyáltalán nem jelentős összeg. A stúdiók mindössze 86 millió dollárt lennének hajlandóak a forgatókönyvírókra pluszban áldozni, jelentős eltérés van tehát a két álláspont között. Ha megkérdezik őket, a stúdiók általában a nehéz gazdasági helyzetre hivatkoznak annak kapcsán, hogy miért nem tudják jelentősen emelni a minimálbéreket és a jogdíjak összeg. A mesterséges intelligenciáról viszont nem szívesen nyilatkoznak, ami eléggé sokat mondó. A színészek céhe is vitatja a stúdiók által elmondottakat, és közleményükben megjegyzik, hogy éles ellentétben a tagjainknak fizetett csökkenő kompenzációval a stúdiók óriási nyereséget könyvelnek el, és a kilátások is bika erősek, amit a pazar vállalati vezetői kompenzációk is bizonyítanak. Az írók munkabeszüntetése első körben a sorozatok forgatását érintette, a filmek esetében valamivel később lett volna hatása. Azért használunk feltételes módot, mert a színészek sztrájkjai miatt mostanra szinte teljesen leállt Hollywood, a tévés és mozis produkciókat már egyszerre érinti a helyzet. Többek között leállt az új Daredevil sorozat forgatása, de a Pingvin című Batman spin-off széria sem forog tovább, a filmek esetében pedig a Deadpool 3 készítését függesztették fel, de a Gladiator 2, a Mortal Kombat 2, a Venom 3 és Brad Pitt Forma 1-es filmje is erre a sorsra jutott. Fel kell készülni arra, hogy sokak által várt sorozatok bemutatói is jelentősen csúsznak, a sztrájkokat követően indulhat csak meg az 1923, az Eufória, a Különvállás, a Wednesday, a Tulsa királya, a Fehér Lótus, a Szárnyas felvadász 2099 vagy a Stranger Things új évadainak a forgatása. Az utóbbi bemutatója már most biztos, hogy 2025-nél előbb nem várható. Noah Hawley új, a Földön játszódó Alien sorozata eléggé kellemetlen helyzetbe került,
sikerült, hiszen közvetlenül a sztrájk előtt indultak el az előkészületi munkálatok, az FX több tájföldi stúdiót is lefoglalt, de kétséges, hogy elkezdhetik-e a forgatást. A forgatókönyvek ugyan készen vannak, de a jelentős szereppel bíró színészek közül ketten is az írók céhe tagjai, nélkülük pedig nehéz lesz jeleneteket felvenni. Remélhetőleg az Alien nem jut a Metropolis sorsára, az azonos című filmklasszikus alapján készülő Apple TV Plus-os sci-fi megrendelését az előforgatási munkálatok megkezdését követően visszamondta a gyártó. Tudunk azért pozitív esetet is említeni, a Sárkányok háza második évadának a forgatását nem akasztotta meg a forgatókönyvírók sztrájkja, mivel az összes szkript elkészült előtte. Ráadásul a hollywoodi színészek munkabeszüntetése sem akadály, mert az HBO sorozatának szereplő gárdája elsősorban brit színészekből áll, akik a helyi szakszervezet az Equity által szabályozott szerződések alapján dolgoznak. A Dune The Sisterhood című Dune spin-off esetében is ez a helyzet, hamarosan elkezdődik a magyarországi forgatása a Maxra készülő sorozatnak. Sajnos azonban a hollywoodi filmek és sorozatok jelentős százaléka megsínyli a sztrájkot, a forgatások és ezáltal a premierek is komoly csúszásban lesznek az eredeti tervekhez képest. Ez még a szerencsés helyzet, az idő előre haladtával több már megrendelt sorozat, de akár film is veszélyben lehet, és a Metropolis sorsára juthatnak. Ráadásul, ahogy arra korábban már utaltunk, hosszú ideig tarthat a sztrájk, amit a színészek és írók mellett a stúdiók pénztárcája is meg fog érezni. A Wall Street pénteki zárása a Warner, a Paramount, a Disney, a Comcast és a Netflix esetében is árfolyam csökkenést mutatott. Mindenkinek az az érdeke tehát, hogy megállapodás szülessen, de egyelőre érdemi előrelépésnek még csak a nyomát sem lehet látni. Igen. Ti hogy vélekedtek az írók és a színészek sztrájkjáról? Milyen kimenetelt jósoltok? Írjátok meg a kommentek között, és hasonló tartalmakért iratkozzatok fel ránk. Sziasztok!